Üdvözletem mindenkinek! Zalex vagyok. Folytatódik az AC Rogue kalandozós módja. Itt van velem Gora. Sziasztok! Úgyhogy vágjunk is bele. Más tudom, hol hagytam, abban már olyan rég nyomtam. Na. Hát inkább menjél, mielőtt még szorulásod lenne. Mielőtt állandósulna a problémád. Na szóval, most így, mielőtt elkezdtük az adást, egy kicsit hülyeskedtünk, beszélgettünk, és így mondtál egy nagyon jó poént. Igen, és küldöm egyébként majd, ha meg akarod nézni, mondjuk itt ki van már cenzúrázva a dolog, és a kép látszódik. De egyébként arról van szó, hogy a Google-nek úgymond a Street View vagy utcakép nevű szolgáltatása, úgyhogy úgymond, hogy az utcákat úgymond be tudod gyárni pontról pontra képek formájában. Ugye történt, nem is tudom melyik országban, hogy ugye jött a Google autó, ugye amelyik fényképezi utcákat, és akkor egy emberke csak úgy előkapta úgymond a férfi nemi szervét, és megmutatta a Google kamerának. A poén igazából az egészben csak az, hogy míg az arca ki lehet ugye cenzúrázva, mert az alapból úgymond működik a Google-nél ugye ez a cenzúra, viszont a férfiassága nem igazából. Ezen a képen speciál ki van mondjuk takarva, de az eredetén nem volt kitakarva, amit láttam. Csak már nem találom meg sajnos. Tehát nagy az Isten állatkertje. Hát nézd, inkább csak valaki így próbál híres lenni, ebben ezzel nincsen probléma. Hát oké, de ott van még a személyem sértés is, nem? Mert azért ezt csak úgy te megcsinálnád itt az utcán, szerintem... Hát hamar híre menne, és megkeresnének, nem? De hogy keresnének meg, hát tudod mit keresnének meg? Téged meg is találnának. Hát nem biztos, ma olyan átlagos arcom van, hogy az hihetetlen. Ó, hát de mennyi adásod van? Ja, hogy a neten? Hát nem hiszem. Valahol még az arcot is fölvállaltad, nem? Nem. Még nem? Egyelőre nem. Még sehol nem vállaltam fel az arcot. De, mintha a Skype-on esetleg egyszer úgy csináltuk volna, nem? Nem, még nem. Nem? Még nem? Oké. Okay. Már megvan a kamera, már megvettem. Nincs ezzel baj. Csak még... Még nem csináltam úgy meg a... Úgyhogy ezt én itt... tudjam is használni. Oh. Nem fogtál bele úgymond a... Minek is hívják ezt? Kamerázgatásba akkor. Videócsetelésbe vagy ilyesmibe. Meg nem. Mondjuk, én sosem voltam mondjuk híve. Na szóval, aztán, amit meg ki akartam én beszélni, jó téma, most így leégett a Notre Dame, és a Ubisoft, hát mivel francia cég, úgy kedveskedett kicsit, vagy úgymond próbálta jó színben feltüntetni magát, hogy ingyen adja az AC Unity-t, és ingyen adta pontosabban. Még ingyen adja 26-áig, vagy 24, nem, holnapig, 24-éig, ha jól tudom. De egyébként nem csak így próbált úgymond jó színbe fenntetni magát, hanem 500 000 euróval is úgymond támogatta a projektet. Igen. Tehát, hogy az a másik. Ez csak egy mellékes dolog, de hát mondjuk egy hazafi vállalatnak azért ez azért illik tőle, nem? Hát illik, de meg kettő így próbálja jó színben fenntetni magát. Ezzel meg semmi bajom, tehát ez teljesen rendben van. Igen, ez igenis kell. Mert így, ez egy olyan befektetésnek is, ha úgy vesszük, jó. És amúgy ugye ezzel párhuzamosan úgymond megnőttek a pozitív értékelése is a játéknak, úgymond, pedig ez a játék a Ubisoft részéről szerintem ugye a hazai terepen is játszódik, úgymond a francia forradalom idején, hogy mit akartam ebből kihozni? Hogy megnőtt úgymond a pozitív értékelések száma. Tehát, hogy elkezdték romosan pozitívan értékelni a játékot, holott pedig az egyik leggyengébben sikerült Assassin's Creed rész volt sokak szerint, és szerintem is mondjuk. Hát szerintem, jó, én még csak az elejét játszottam ki, belenéztem a játékba, szerintem nem volt gyenge. Most ez egy dolog, hogy technikailag nem volt a helyzet magaslatán, mert hát két játékot csináltak egyszerre, és kettőt adtak ki abban az évben, és ez úgymond az egyik a másik rovására ment.
mert az... De mondjuk az egyik megmaradt úgymond a bevált gyökereknél, és az be, úgymond be is van. Igaz, hogy újítottak ott is úgymond, mert egy templomos szemszögből játszhattuk végig a játékot. Amit most egyébként játszok. Igen. Hát úgymond az, a játék közbeni nagy párfordulás is igazából, de... Na szóval megmaradtak úgymond a bevált receptnél, és az be is vált, úgymond. Igen. Minden hibája ellenére a játék mondjuk jó fogadtatásban részesült. Hát ajánlom is. Viszont a Unity, nekem a Unity és a Syndicate, mert én azzal a kettővel játszottam, úgyhogy az Origin-nál már nem is fogok szerintem. Nekem olyan kicsit olyan zárkózottnak tűnt a játék, úgymond zömökösebb volt a mozgás, az irányítás. A grafikailag persze nagyon szép volt, de mintha lecsökkent volna úgymond a lehetőségek tárháza. Legalábbis én úgy vettem észre, de hát, hogy már csak azért kicsit belefáradtam ebbe a szériába. Most már a Unity-ről beszélünk? Unity és a Syndicate. Hát a Syndicate az a franc se tudja. Hát jobb volt, mint a Unity, az tény és való. Sőt, történetileg igazából majdnem minden Assassin's Creed úgymond megállt a helyét, bár egy kapta fára épült, ezt már régebben is beszéltük. Igen, de most szóval ez a bosszúba. Most jó, ezzel most nem tudunk mit kezdeni igazából. Persze, de valahogy mindig úgymond fenntartotta az érdeklődésemet. Csak úgy az utóbbi időben kezdtem el már tényleg nagyon beleúgni ebbe a dologba, ebbe a véget nem érő Assassin templomos csepetpattéba. Hát én ebben a játékban valahogy nem tudok beleúgni. Hát jó, oké, nem játszol vele olyan régen, mint én gondolom. Nem 2007 óta játszol vele, hanem 2015 óta, vagy nem tudom. Á, francba. Lássuk csak. Hát nem tudom mikor kezdtem, 2000? Na, hát amikor 2012... Hát mikor lett meg az új gépem? Három évvel ezelőtt. Három évvel ezelőtt. Akkor kezdtem újra. Ugye akkor kezdtem bele a az első résztől, vittem ugye a másodikig. A francba. Várj egy picit. Na ezt majd kivágom. Na szóval. Hol tartottunk? Hát hogy mikor lett úgymond új gépet, mikor kezdtél bele az Assassin's Creed szériába? Igen. Na, szóval három évvel ezelőtt kezdtem bele az első részmet. Tehát mentem sorban részekkel. Azokból még úgy akkoriban nem csináltam végigjátszást. Aztán része kezdtem, a harmadik része kezdtem, azt hiszem. Az első végigjátszást. Igen, azzal kezdtem. Sőt, a negyedik része kezdtem, aztán a harmadik része folytattam, mert időrendben az úgy volt jó, mert hát a Kenway szállott, a Edward Kenway az előbb volt, mint a... Hayden Kenway? Igen. Vagy pedig Connor? A Connor, Hayden, igen. Én most nézem, valamikor 15-ben lett így publikálva, de mintha mellette is dolgoztunk volna rajta, a Revelation-t nézem éppen. Hát már én sem emlékszem rá igazából. Nem baj az. Hogy pontosan mikor? Na aztán. Hát ezzel kapcsolatban igazából sok mindent... Meg hogy miért égett le igazából a Notre Dame? Most sok spekuláció van. Nem jött elég pénz össze a restaurálásra, aztán inkább felgyújtották, hogy így, hogy is mondjam, mert végül is egy majdnem 1000 éves épületről beszélünk, ami rengeteg forradalmat túlélt, és hogy ne vesszen el végleg, ezért inkább felgyújtották, hogy teljesen fel tudják újítani, mert az ember akkor a legadakozóbb, hogyha valami baleset történik. A nagyobb kár éri. Igen. De egyébként nem most először történt ilyen, vagy egy rongálás a Notre Dame környéken. A francia forradalom idején is úgymond árosították a tégláit, meg ilyeneket, szóval elég sok mindent megélt. Valamikor 17. vagy 18. században restaurálták igazából, akkor még a kor szellemében úgymond. Tehát most már ezek a régi technológiák úgymond annyira nem állnak rendelkezésre, így nem feltétlenül lesz annyira korhű esetleg a restaurálás. De aztán ki tudja.
mert teljesen más eljárással csinálták, ma már az nem olyan divat szerintem. Igen, mert ma már más a technológia, megváltozott a világ, azért 18. században még, hát volt már akkor is áram, meg volt sok minden, de alapvetően teljesen más volt az akkori világ. Tehát még az akkori életfelfogás is más volt. Még az embereket sokkal könnyebben tudták irányítani, mint manapság. Hát azért manapság se olyan nehéz az embereket irányítani. Elég, hát, ha csak körbenézel. Hát a... hogy mondjam... Azért... Hogy is mondjam, ma már minden embernek úgymond megvan a magához való esze, régebben ez nem így volt. Hát igen, tisztelet a kivételnek, mi? Jó, már igen, igen. Negatívba. Aztán... mit akartam még? Ja igen, aztán Batmanek. Hogy, ha már még játékoknál tartunk. Szóval elkezdte, már tavaly, és két éve próbálom elkezdeni a Batmaneket, de sosem... Az Arkham szériát, igen. Az Arkham szériát, de sosem jutottam el. Tehát a Remedy szoftver, amit kitalált annó, azt próbáltam... Nem a Rocksteady gyártja véletlenül? Én nem tudom. Én a Rocksteady-re, nekem a Rocksteady rémlik. Szóval mindegy, valamelyik... Hát nem mindegy. Hát nem mindegy. A Remedy szerintem az a... ellenvékeket csinálta. Akkor jó, legyen neked igazad. Na szóval, tök mindegy, ki csinálta, a lényeg, hogy valaki csinálta, akit érdekel nézzen utána. Nekem valamiért a Remedy maradt meg, de egyébként lehet, hogy Rocksteady, tehát... Amúgy a Batman Arkham Asylumot még az Eidos Interactive adta ki. Az el, meg az Eidos. Várjál, a fejlesztő érdekel. Rocksteady, jól mondtam. Rocksteady, okay, igen. Rocksteady, jó, rendben. Ő fejlesztette, és az Eidos, illetve a Warner adta ki. Illetve még a Square Enix Japánba, és valami No Name meg OS-re is. De mindig is a Rocksteady terméke volt, úgymond, ahogy a Shadow of Mordor is. Ja, azt is ők csinálták. Hát, és ilyen, ugyanaz a motor. Ugyanaz a harcrendszer van benne. Igen, igen, igen. Igazából. Ami persze aztán a Shadow of Mordor kapcsán, hát még belelopkodtak úgymond mást is, az Assassin's Creedből is elvileg dolgokat. De hát manapság mindent megvádolnak mindennel, tehát hogy mindenki lop mindenhol, a Darksidersben is hát egy csomó úgymond jó ötlet van, de hát jó helyről lopni nem bűn igazából, főleg ha nem volt levédve. Tehát a Darksidersben is volt például portálvetőtől kezdve minden, meg ilyen az igazi hack and slash játékokra jellemző puzzle-ök, meg úgymond a harc rendszer, STB, szóval... Ezeket így mondom, ezeket nem lehet úgy kimondottan levédeni, szerintem legalábbis. Hát nem, mert egy harcrendszer, azt meg, ez olyan, mint a motorok. Azokat is bárki megveheti, bármelyik fejlesztő, és a saját termékét ráépítheti azt a motort. Na igen, Batman. Na szóval, én sorról mentem, úgy időrendi sorrendben, mert hogy nem az Asylum-mal kezdtem, hanem a... Originnal kezdtem. Tehát alapvetően, és ez ugyanarra épül, ugyanaz, és ezt már nem is a Rocksteady csinálta, hanem azt hiszem a Microsoft-nak az emberei. Nem, egy montreali csapat a Warnernél szerintem, azok fejlesztették az Origint. Jó, mindegy. Direkt erre verbúválottak össze. Na ugye, én azt olvastam erről, hogy ők kb. Fogták az alapokat, amit a Rocksteady megcsinált, és ráhúzták... Felhúztak rá egy új játékot, úgymond. Gyakorlatilag igen, és alig adtak hozzá valamit. Tehát tényleg ugyanarra épül, mint a City. Igen, csak ez sokkal üresebb elvileg. Bár én már nem emlékszem annyira a City-re, megmondom neked őszintén, viszont az Origin az tény és való, hogy kicsit olyan üres volt a terep igazából. Egy-két ellenfél, de azon kívül úgymond üresnek hatott, legalábbis szerintem. Igen, erre akartam kitérni, hogy nagyon steril az egész játék. Én értem, hogy kibekkelték azzal, hogy a játék alapvetően karácsonykor készül, és ilyenkor mindenki otthon ünnepel. Meg egy nagy hóvihar van. Meg egy nagy hóvihar, és ilyenkor senki nem megy sehova, és inkább élvezi, ahogy otthon lehet a családjával, stb. Kivéve a betörők, vagy a bűnözők, mert azok jó fel vannak öltözve. Igen, ők mindig ott vannak az utcákon, mert nekik nincsen családjuk, nekik nincs hova menniük, stb. És mindig újra termelődnek. Igen, szóval... Ez egy érdekes dolog, ugye a készítőktől, de mindegy, így kellett a tapasztalati, az XP meg a tapasztalati pont. És kicsit nem volt egyébként fura neked, hogy úgymond azok az eszközök, amik az Origin kezdetekor már a rendelkezésedre álltak, azokat úgymond meg kellett szerezned az Asylumban.
a legtöbb. De igen, ez is egy furcsa volt. Ilyen alapvető eszközök. Igen. Az nekem is furcsa volt, de hát erre épül a játékhoz gyűjtögetésed meg, hogy elérj valamit. Hát igen, igazából saját, tehát nem tudod, hogy fejlesztett például a Batman-t, mire mész rá, te igen. Is inkább a páncélra mentél rá, én megpróbáltam igazából egyenlően kiosztani mindenre. Hát nézd, azért én igen, és a poén az, hogy kb. A harc, ami megszerezhető cuccok, azok ugyanazok voltak az Asylumban is, meg az Origin-ban is. Legfeljebb az Origin-ban egy kicsivel jobban szétszették, vagy kicsit kibővítették, de még ezt sem nagyon mondanám. Hát én... Talán kettő új eszköz volt benne, ugye az egyik a Deathstroke-tól tudsz elvenni, a másikat pedig a sokkoló ember. Igen, a sokkoló. És ez is a durva, hogy nem is az ő eszköze, hanem mástól vette el. Már a sokkoló? Igen. Ezt nem tudom. Arra annyira nem néztem utána igazából ennek a dolognak. Hát nem, amikor kilőgte az ablakon a Joker azt a sokkoló emberkét, akkor azt úgy ott vette el a kesztyűt tőle. Igen. Hát jó, tehát nem a Batman-é, így érted a dolgot igazából. Igen, így értem. Nem a Batman-é, tehát ezt ő csak úgy elvette. Nem is vette el, hanem csak a technológiát használta fel igazából. Igen, kölcsön kérte. De csak a technológiát, az eszközt ott hagyta nála. De ez volt ő volt a legviccesebb boss benne, mert egy ütésre kiütötte. Igen, az volt a másik nagy poénja, hogy... És utána meg a Joker nyírta ki. Hát nem nyírta ki, csak kidobta az ablakon, nem halt meg elvileg. Ugye, úgymond ebben a... Tehát azért a DC-ben is azért próbáltak arra figyelni igazából valamilyen szinten, hogy kevesebb halálos áldozat legyen, nem? Ez ilyen szuperhős filmekben erre próbáltak úgymond odafigyelni, nem? Legalábbis régebben. Régebben lehet, hogy ez így volt, de a szuperhős filmeknek a Batman megmentette a Jokert. És egyébként ez nagyon... És az Origin-ben... Hozták elő nagyon jól ezt az egészet, hogy Batman miért ment meg mindenkit, mert olyan annyi dilinyus step van az egész városban, hogy már gyakorlatilag arról van szó, hogy több őrült van, mint normális ember az egész városban. Hát mert ugye ő az életet tartja a legfontosabbnak igazából, és igen. Akármilyen romlott is úgymond az ember, ő megmenti. Igen, meg hogy ő nagyon hisz a rendszerben, hogy minden bíróság előtt kell megtárgyalni, stb. És pont ez egyébként a legjobb úgymond az Origin-ban, hogy ott még egy ilyen szárnyai bontogató Batmanről van szó, aki sokkal nyersebb és agresszívabb. Igen, és az AC2-ből a... Ezio-nak a hangját. Ezio-nak a hangja. Kölcsönözték ott hozzá. Ott sokkal ércesebb, sokkal durvább volt angol, hogy ezt te is mondtad nekem korábban, és egyetértek veled, mert most így végigjátszottam az Asylumot, tényleg teljesen más volt így a Batman hangja, teljesen más volt így az egész hatás. Viszont így belegondolva, szerintem lehet, hogy jó is egyébként, hogy az a kimértebb, magabiztosabb Batman volt az Asylumba, meg úgymond az összes többibe, mert ott már Batmannek egy másik személyiségét ismerhetjük meg. Igen. Mondom, hogy az Asylum, vagy az Originban ott meg úgymond a szárnyai bontogató, hát igazságosztó volt igazából. És nekem pont azt tetszett benne, hogy milyen agresszív volt igazából. De amellett, hogy milyen agresszív volt, az életet ott se oltott ki úgymond. Tehát, igen. Csak a végsőkig elment úgymond egy információ megszerzéséért. Lásd ugye, amikor ledobta a karácsonyfára a csávót. kicsit meglógatta, hogy kiszellőző, mert nagyon büdös volt már. Igen, az meg a tudosok pia. Érdekes, az ilyenek nekem nem maradnak, meg neked megmaradnak. Hát, ami nagy hatás gyakorol rám úgymond, vagy nagyon tetszett, az azért az megmarad. De egy ilyen, mondjuk egy gagyib játék nem feltétlen marad meg az emlékezetemben. Vagy egy gagyib film, vagy ilyesmi. Ja, hát mindig, ami az embert megfogja, az marad meg. Persze, ez velem is így van. Hát nekem... De vicces ellenpélda egyébként, mert például a Matrix filmek nekem nagyon tetszettek, és már totál nem emlékszem rá. Most néztem meg valamelyik... az előző hónapban az első Matrix filmet, mert már teljesen kiesett a fejemből. Pedig az tetszett. Mondjuk most így visszanézve, nekem kicsit túl sok volt benne ez a számítógépes trükk, de hát erről szólt az egész, úgyhogy igazából... Persze, Matrixban volt, úgyhogy... Igen, csak kicsit már zavart ez a sok fantasztikus dolog, mintha egy szuperhős filmet néztem volna. Hát végül is azt néztem, mert a Neo volt az új szuperhős. Hát igen, Neo fényben. Igen. Na, aztán... Még így aztán visszatérve így meg a Batmanre, mert hát még nem végeztünk. Igen. Ja, annyit még, hogy a... Majd mindenképp szóljál, aki játszott a Cityt, mert kíváncsi leszek a lezárásra kapcsolatos véleményedre. Hogyha
hogyha ennyire meglepődtél, úgymond az Origin-ben, hogy megmentette Batman Jokert, akkor mit fogsz szólni majd ahhoz a lezáráshoz? Csak arra lesz kíváncsi. Jó, hát legyél. Én is kíváncsi leszek rá, hogy... Nagyon állat volt, azt előre lehet szögezném. Tehát, hogy nagyon durva volt. Jó. No. Igen? Na, aztán. A bugokkal kapcsolat az Origin volt a legbugosabb játék az összes közül. Számomra. Ez igaz. Bár az Asylumban is volt egy olyan bug, ami az őrületbe kelgetett. Ugye annak idején még nem nagyon volt széles sávú internet kapcsolatom, csak ilyen... Hát ilyen telefon modemes dolog megoldáskép volt igazából, és az egy, nekem nevezetesen volt első meg az Asylum, úgymond nem a góti kiadás, mert akkor még nem volt góti kiadás. Igen. És volt egy olyan hiba benne, hogy a második madárijesztős résznél, gondolom emlékszel rá, nem jelent meg a csáke felület, ergo nem tudtam tovább jutni. Ha. Le kellett hozzá szednem a frissítést arról a jó kis internetről, már vértizatott az a modem, mire lejött, hogy végig tudjam úgymond játszani a játékot. Elég durva volt. Hát én nekem a GOTY kiadás volt meg, úgyhogy erre, ehhez én hát, nem tudok hozzászólni. Steamen nekem is úgymond az lett a csoportnak hála, úgymond. Megkaptam forítói támogatásként, de az első verzió az... Uff, pedig már annak idején az is nagyon jó volt. Én próbáltam Batmannel mindig a legkevesebb harcot úgymond előidézni. De próbáltam mindent úgymond predátorként elintézni. Van egy ilyen értékelés is benne, azt hiszem. Ragadozó vagy valami ilyesmi. Biztos, erre most így nem emlékszem. Amúgy a kihívás részeket én nem teljesítettem a játékban. Én csak megpróbáltam. Abszolút, én ezek abszolút nem foglalkozom is érdekeltek, ahogy az Origin-ban sem érdekeltek, az Asylum-ban sem érdekeltek. Értem, hogy ezzel lehet szórakozni. Amint viszont furcsáltam, hogy ki az összes... mondjuk az Origin-ban nem tudtam, mert hát az összes Riddler-t nem szedtem össze, az összes Riddler... Rejtvény. Rejtvény, nem szedtem össze. Viszont az Asylum-ban igen, ott mindent összeszedtem, ott nagyon adta is magát a játék. Ott megért, mivel hogy zárt helyen is voltunk, annyira nem is tudott el... Kevesebb is volt a gyűjtögető. Igen, és hiába csináltam meg, nem kaptam meg a 100%-ot, csak a 80-valamennyit. Nincs egy ilyen statisztikai játék, mintha lett volna egyébként, és akkor kiírná, hogy mit nem teljesítettél esetleg. Hát már töröltem, úgyhogy mindegy, nem is érdekel. Csak úgy érdekességképpen. Figyelj, ha ezt téged nyugtat, nekem se volt egyik Batman se 60% fölött. Akkor jó. Én többnyire csak a fő történeti szálakat játszottam végig. Csak a Origin-ba már a harmadik végjátszáskor kezdtem el a melléküldetéseket csinálni. Úgyhogy... Hát régebben inkább jobban érdekelt a fő történet, mint a melléktevékenység része a dolognak. Értem. Egyébként, ha ezek a kihívás módokra visszatérve, a Batman Arkham Origin-ban igazából azért érdemes kipróbálni, mert van egy Deathstroke-os is, ami egyéni harcmodort is ad úgymond, mert Deathstroke-ot tud irányítani benne, de ugyanerről szól igazából, hogy likvidálja X idő alatt XY ellenfelet. Tehát, hogy... Viszont olyan vicces, mert ugye ott teljesen más fegyverek vannak, más a arzenálod igazából. Egyszer érdemes kipróbálni, mert ráadásul mivel nekem Deathstroke a kedvencem, ezért egyértelmű kipróbáltam, de nem játszottam végig, szóval... Ezek a kihívások nekem sem mennek, tegnap szembesültem vele a God of War-ba, úgyhogy... még normálon is, sőt, még easy-n is néha nagyon el van ragadtatva a dolog. Hát, látod, mennyire elragadtat téged ez a játék? Hát túl van húzva, például ezek az ellenfelek, ezek a valkürök, még easy-be is alig bírtam kiírni egyet belőle. Nemhogy még normálon. A Dark Souls szintű ellenfeleket raknak bele már néha. Viszont meglepő egyébként, mert olyan is volt, hogy egy sima kis farkas kinyírt három csapással. Nem figyeltem oda, és viszlát. Médiumba játszva, vagy közepesen. Igen, én a játékot normál szinten kezdtem el, most a Cityben kezdtem el hardon. Igen? Igen. De a másik kettőt, azt normálon vittem ki. És ugye ennyi. Hát... Eddig ebben én is inkább easy party voltam, aztán ráálltam a médiumra, de annál följebb nem fogok menni. Egy játéknál próbáltam meg a hardot, az a God of War 3 volt. Majdnem a végéig elvittem, de ott már túl nehéz volt sajnos. Nem tudtam befejezni. Viszont a GOTY kiadások, hogy az Asylumon, meg a Cityben szerintem technikailag teljesen rendben vannak. Tehát ebben nem tudok belekötni egész egyszerűen. Hát azért egy GOTY kiadásnál már elvárható, hogy ne legyen benne hiba, nem? Hát igen, elvárható, csak attól függetlenül meg szokott benne lenni.
Hát mondjuk a Shadow of Mordorból én a sima kiadást vettem meg, plusz a Season Passot, és igazából nem hiszem, hogy nagy különbség lenne a GOTY kiadással, ha összenézed ezt a kettőt. Mert igazából mind a kettő úgymond kijön még egy végső frissítés, úgymond, ha jön bele egy GOTY kiadás is. Hogy legalább technikai szinten jó legyen. Jó tudni. Érdemes megnézni. Na de igazából ennyit akartam volna itt Batman terén. Hát a sztorira minden, az első tetszett a legjobban, a második az úgy elment. Az első részben, tehát az Asylumban voltak ezek a kis interjúk az emberkékkel. Hm? Ha erre emlékszel. Igen, a páciensekkel. Igen, nem tudom melyik emberke volt az ilyen őrült emberke volt. És hogy... Zasz? Vagy hogy az igen, Zász. És nála volt egy olyan érdekes megnyilvánulás az egyik részében, hogy miért ölte meg azt a 20 nőt. És kb. Próbálok idézni, vagy az doktornőt idézte, az nem Jennifernek hívták, vagy mit tudom én minek, de most nevezzük Jennifernek, hát hogy vegyük magát Jennifer, minden reggel fölmegy, minden este hazamegy a, mit tudom én, megy hányos lifttel, hányos emeletre, hazamegy, benyit az ajtón, elfelejti, hogy vett macskakaját, minden este beül a piros kis székébe, a macskájával, elkezdi simogatni, és várja, hogy történjen valami. És ez a rész, hogy most nem rémlik. Te mit akarsz ebből kihozni? Az, hogy... hogy a bűnözők milyen magyarázatokat adnak, hogy miért ölnek embereket. Tehát kb. Megadta neki az ajándékot, azt, hogy egy új életre, ha úgy vesszük. Ezért ölte meg? Tehát ezért ölt annyi nőt. Mhm. Ez egy érdekes... Hát a bűnöző elme az igen, mindig is érdekes igen. volt. De tetszettek ezek az interjú alanyok, az interjúk, és néméknek volt mondani valója. Az Originban voltak a legdurvább ilyen mondani valók, amiket próbáltak így elmondani, mert ott tényleg sok ilyen volt. Az Originban? Igen. Hát ott nem voltak interjúk, tudom ma. Nem interjúk, hanem egyszerűen csak beszélgetések. Tehát tudom, valamilyen szinte... Igen, a rendőrök közötti. Azok is rendőrök közötti, de amúgy is, tehát voltak normális beszélgetések így a... Na, tehát amikor volt az a bombás emberke, ő is nagyon érdekes dolgot mondott el azzal kapcsolatban, hogy ezt hogy is... tehát miért akarja elpusztítani a bűnözőket? Ja, Anarchy-ra gondolsz. Igen, azért ő is ilyen, de ez egy kis fiatal gyerek. Hát ő olyan, mint az egyik Robin. Mert ugye az egyik Robin az úgymond vérátal igazságszolgáltatásban hitt. Mert több Robin is volt belőle, tudod. Biztos. Én is csak azért tudom, mert a unokatestvérem az nagy DC fanatikus. Igazából. Szóval több Robin volt, és ugye az egyik Robin az úgymond ilyen elborult volt. A másik meg úgy hasonló volt, mint Batman, a harmadik meg... Fú, nem is tudom, de három volt, ha jól tudom. A harmadik, azt nem mondok inkább a harmadikról semmit, mert akkor nagy spoilert lőnék el, úgymond a Batman Arkham szériával. Inkább nem mondom el. Na mindegy, szóval akit érdekel a játék, azt mindenképpen próbálják ki, bár szerintem a legtöbben már végigjátszották. Hát valószínűleg. Én csak most jutottam el arra a szintre, hogy én ezt végigjátszom. Viszont elég durva, hogy egy ilyen régi motorban, az Unreal 3-as motorból, ha megnézed az Arkham Knight-ot, hogy mit ki lehetett hozni. Hát az, ami elképesztően szép volt legalábbis szerintem. Nem játszottam végig sajnos, mert valahol beleúltam, de az Arkham Knight volt úgymond az Arkham szériának a csúcspontja. Azzal a 2-3 órával, amit játszottam vele, ezt így le tudom szögezni. Még az alapján is. Értem. Hát az Arkham Knight... Sőt, az a legbővebb is úgymond. Ahhoz mennyi DLC jött ki például. Hát... Meg alapból a történet is, nem sokkal hosszabb a történetem, mint az összes többinek. Igen? Vagy alapszinten, szerintem. De akkor és a Rocksteady csinálta, hogy ennyire elcseszték akkor? Hát igazából ez csak a PC sport volt elcsesztve, a konzolos verziókkal semmi gond nem volt, mert ugye úgymond meg volt határozva úgymond egy periféria, ami működnie kell, a PC meg úgymond mindenkinél más és más. Igen, csak hogy az a durva, hogy a Warner tudta, hogy ennyire szar a PC sport, akkor miért nem vártak azzal, hogy ezt kijavítsák?
Hát meg gondolták, hogy közben fogják onnan foltozgatni, vagy valami ilyesmi, hogy gyorsan, el tudnak maguk után takarítani. Igen, egyébként ez gyakori probléma. És, hát, és más játékoknál is. Én nem tudom, mert én már konzolon tevékenykedem, úgyhogy... Igen, de a Unity-nál is ez egy nagy probléma volt. Tehát nem volt rendesen letesztelve. A Unity az konzolon is szar volt. Igen. Ha az megnyugtat. Igen, tudom. Legalábbis Xbox One-on elvileg egy 30-40 gigás patch jött ki hozzá. Így kapásból. Különben a majdnem az egész játéknak megfelelt. Hát igen, mert magában a fő fájban, tehát a fő kódolásban, hogy mondják ezt? Milyen kódolás, vagy a... De rendszer szinten volt benne probléma? Igen. Azokat a kódokat kellett lecserélni. De érdekes, hogy valamikor 17-ben vettem meg a Unity-t másodjára, hogy akkor már mondom, kijátszom, végigszenvedem így vagy úgy, és egy 3 gigás patch jött ki hozzá, úgymond. Csak egy 3 gigás. Ó, csak, az nem is sok. Ahhoz képest, hogy az Xbox One-oshoz annak idején kijött egy 40 gigás patch, hát... elég szép. Hala búzsba vagy. Ja, itt vagy? Ah, rohadt életben. Úgy eldugták. Igazából én itt akartam volna, hogy az Arkhamról vagy a Unity-ről. Menjünk tovább. Egy más téma. Na, emlékszem, mit mondtam, vagy én mondjam? Nem mondta, úgy sem, mint te konferálsz fel mindent, nem? Jó. Na, olvastam egy érdekes cikket, ezt majd meg is osztom a leírásban, hogy mindenki influencer akar lenni. Influenzás? Hát, ez nem a legjobb. Az is, meg influencer. Hát igen. Ez egy ilyen könnyebb módja az életnek, mi? Igen, egyébként ebből is tetszik, hogy a mostani generáció, akik felnőttek, mennyire el lettek kényeztetve. Mennyire mások, mint mondjuk... El vannak kényelmesedve. Igen, igen. És mindenki ilyen szabad utat akar. Senki nem akar gyárakban vagy egy irodában megrohadni, és inkább nyugalmat akar, azt, hogy békén hagyják, hogy azt csinálson, amit akar. És minél több pénzt akar, minél kevesebb melóval. És innen jön az influencer, hirdet dolgokat. Mindenféle hülyeséget, amire úgymond a hirdetők fizetnek, érte, amiért ezt az ember ezt hirdeti, és akkor így minden rendben van. Pedig nincs, mert akkor ki fogja azt az igazi érdemi melót csinálni? A robotok. Hát igen, és egyébként olvasni egy másik cikket. Csak úgy érdekelne egyébként, hogy az ilyen robotoknak az előállítása az vajon mennyire környezetbarát? Csak úgy érdekelne. Igen, meg hogy mivel fognak működni? Jó, árammal működnek, valamelyik lehet, hogy benzin. Az áramnak az előállítása a környezetbarát? Nem feltétlen. Tehát ugyanott tartunk. Kivéve, hogyha úgymond szél vagy napenergiát használunk, de hát az nem működik este, mert nincsen nap este, meg nem fúj a szél este feltétlen. Bár mondjuk tegnap elég szépen fújt. Amúgy megtermeltet volna egy kis áramot. Amúgy most ha már itt áramról beszélünk, egy nagyon érdekes sorozatot kezdtem el nézni. A címe Revolution. Nem tudom, hallottál róla. A neve ismerős. Arról szól, hogy egyik napról a másikra hirtelen megszűnik minden áramellátás az egész világon, és nem indulnak újra. Fú, hát akkor mi is az a izé lenne is. Igen, amúgy... Pánik tör neki. Ez tényleg megvalósul, és tényleg ott is elmondták, hogy gyakorlatilag anarchia. Nem tudom, is hallottál a Jericho című sorozatról? Névileg ismerős, de annyira nem néztem sorozatokat egyébként. Ez kb. Olyan stílusú. És ezt a sorozatot még J.J. Abrams is kicsit producerként megtámogatta. És csak két évadot élt meg, mint a Jericho, vagyis úgy néz ki, ezeket a sorozatokat valahogy Amerika nem szereti. Mert talán azért, mert a valóságot is próbálja megmutatni, vagy legalábbis elméletben, hogyha ezt tényleg megtörténik. Próbál rávilágítani a valóság hibáira? Igen. És ezt az amerikaiak nem szeretik, mert nem szeretnek szembenézni a valósággal. Ami elég szomorú. Amúgy igen. Volt egy film is mindjárt, ha megtalálom. Szerintem te biztos, hogy láttad. Transzcendens, azt hiszem, az ott a magyar címe. Láttam, láttad? Csak már nem emlékszem rá. Hát igazából arról szólt, hogy Johnny Deppnek úgymond a tudatát föltöltötték egy gépbe. Ja, igen. És igazából annak is a végeredménye az lett, mert hogy úgy tudták csak megállítani, ha globális szinten úgymond lecsapták a biztosítékot. Igen. Tehát igazából a végeredménye annak is ugyanaz volt. Ott a laptopot igazából
ott rohangáltak a laptoppal, azt kb. Papírnedzséknek volt jó, vagy nem tudom, a végén, ha jól emlékszem. Tehát, hogy ugyanaz volt a hatás, amit te előbb mondta ebből a Revolution című sorozattal kapcsolatban. Helyes. Nagyon helyes. aztán, na, visszatérve az influencerekre. Na, szóval... Kíváncsi leszek, hogy ebbennek úgymond mi lesz a következmény, hogy ha valaki eljut arra a szintre, hogy tényleg influencer lesz, akkor hogyan tovább? Tehát jó, egy darabig ezt el tudja hirdetgetni, de hogy valakinek van annyi esze, hogy az, amit megszerez pénzt ebből az egészből, az befekteti, vagy valami, mert előbb-utóbb az influencerkedésnek is annyi lesz. És tényleg azért vegyük figyelembe, hogy addig kell, úgymond... valamit elérned, amíg még fiatal vagy. Hát igen, megnézve ezeket a tehetősebbeket, ott is és jó páran úgymond ilyen színészek is, hogy siránkoznak, hogy nincs pénzük, igen, de hát mennyi pénzt kerestek annak idején, az hova tűnt? Igen, vagy befektették, vagy eladakozták? Hát nem tudom, vagy csak elverték. Igen, az a másik. Nagy hiba. Nem szabad elverni csak úgy a pénzt, hát az micsoda dolog már. A végén megsértődik és elmegy. Hazudva. Hogy följelent téged, hogy bántalmaztad. Igen, a pénz, hát ez... Ajj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 
valamit? Most így nem. A francba. akkor a harmadik témát viszont te konferált fel. Melyik is? Még volt valami kettő, jól emlékszem. Amit itt megemtettünk. Igen, és nem itt eszembe, ezért kértem, hogy konferált fel te. Na most melyik volt a kocsimentes övezet, vagy a... Az is jó. Vagy pedig a mi volt a másik? Már nekem is kihajt sajnos, már elég öreg vagyok. Nem baj az. Előfordul néha. De a kocsimentes övezet is jó. A lényeg, aznak az a lényege, hogy Olaszországban van egy terület, van egy... Egy település? Tehát, vagy? Van egy, igen, egy kisváros, amit gyakorlatilag autót tulajdonítottak, kitiltották onnan az összes autót. Meg a motort is, ha jól olvastam. Igen. Mondjuk azt nem biztos, mert a motor az még úgy belefér, mert persze a bringa az, ami nincs kitiltva, mert hát az, igen. Hát az elég környezetkímélő, nem? Igen, és a 30 km per órásra csökkentették a sebességkorlátozást, olyan rájátották be. Igen. Úgyhogy az nagyon jó, és ezt mondjuk szerintem több helyre be kéne vezetni így világszinten. Már eleve az, hogy a környezet barátabb is, mert kettő az ember elmehet valahova, ahol úgymond csönd van, és nincs az, hogy itt motorzúgás, vagy környezetkárosítás, vagy az a sok por, amit beszív, stb. Persze, persze. Mit akartam ezzel? Csak meg ugye, hogyha mondjuk, mondjuk ezek a szociális segítő dolgok, mint a tűzoltómentő, vagy a rendőrség, azért ezek valamilyen szinten felmentést kaphatának alóla, de hogyha tényleg autómentesítve van egy adott környezet, akkor még mindig gyorsabban tudsz eljutni mondjuk a mentővel A pontból B pontba. Az nem biztos, hogy a tehermentesítés az a rá... Vagy is mondjam, ők nincsenek odaengedve. Arról nem szólt a cikk. Persze, igen, azért vetettem föl, hogy azokat azért mégiscsak nem kéne úgymond kitiltani. Nyilván azok nincsenek mert így, hogy nincsen ugye forgalom az utakon, gyorsan tudnak úgymond eljutni A pontba, B pontba, pláne hogyha sűrűsödről beszélünk igen, esetleg. Tehát, nyilván ezért is gondolom, nem is tiltották ki őket, csak ezt a cikk valamiért nem írja, nyilván... Lehet, hogy azért, mert logikusnak tűnik. Igen. Tehát nyilván az a cikk írója nem egy hülye. Vagy legalábbis úgy érzi, hogy ezt nem kell megemlíteni, mert hát ez alapvető dolog. Mert igazából, és egyébként tényleg nem hülyeség, mert... hogy ez nincs megemlítve, mert mit tudom én, a mentő, az áthajthat bárhol, ha szirénázik, mert hát mentő. Igen, megkülönböztető hang és fényjelzést használ. Pontosan. Úgyhogy igazából én... Bár igaz, hogy a forgalom az nem igazából tudni sokszor alkalmazkodni hozzá, de az nagy másik tészta. Tehát amilyen dugók vannak a városban is például, hát vagy a városokban. Na igen, és utolsó téma? Na, volt még egy. Igen, próbálom kitalálni, hogy mi volt, csak nem teszem be. a francba. Hát ez nem jó. Hát meg talán nézed, csak időbe telik.
Hát, amúgy, már, úgy... A kommentelés volt, most itt eszembe. Ja, tényleg én a kommentek, persze. Na, szóval, hogy... Véget akarnak vetni az anonim kommentelésgetésnek. És ez melyik országban is? Na, azt már nem tudom. Mert csak, itt mellettünk, Ausztriában. Igen. Akarják ezt végig... Trollmentesítés. Igen, és amúgy ezzel alapvetően nincsen baj, még egyet is értek valamilyen szinten. A probléma ott fog kezdődni, hogy rengeteg emberben rengeteg feszültség van, és ezt hogy adják ki. De, mert valóságban nem mondhatják ki, amit gondolnak, mert akkor meg elítélnék őket. És ha elítélik őket, akkor meg ezért ki lesznek közösítve, stb. Szóval sok gondot okoz az, hogyha valaki nem mond. Tehát kimondja a véleményét, pedig mindenkinek joga van kimondani a véleményét, de mégsem teszi. Hát igen, és erre ad ilyen biztonságot az internet anonimitása. Igen. Hogyha ez is, ez kb. Megint arról fog szólni, hogy mindenki szeressen mindenkit, ne légy gonosz az emberekkel, de ha egyszer az ember gonosz, és attól jobb fizik, még nem lesz jobb ember, csak azt mondja, amit a másik hallani akar. Hát... Igen. De hát ezt úgy is meg lehet adni, hogyha kimész egy olyan helyre, ahol nincs senki, és elüvölted magad. Ez is jó feszültséglevezetés, nem? Igen, én is ezt szoktam itthon csinálni játék közben. csak a szomszédok meg rád szólnak, hogy... Lali! Nem, a szomszédok nem szoktak rám szólni, mert 22-ig azt csinálnak, amit akarok. Tehát érted, addig ők is nyugodtan bömböltethetik a zenét, és szokták is. Senki nem szól bele a másikba ilyen szinten, másik dolgába. Hát a Ponel lakásnak az úgymond hátrányai meg előnyei. Hátránya az, hogy mindenki hall mindenkit, ha éppen a másik valamit csinál. Például azt is, hogyha szexel. De hát most ez van. Legalább, hogy is mondjam, meghozom a kedvét másnak. Mi az agresszivitásra? Nem, a szexelésnek. Ja, értem. Az, hogy gyűböltesz egyet? Nem. Mégis, ha elélvezek, lehet, hogy azt csinálom. Tehát mégis, nem mondtál hülyeséget. Hát ez, szerintem ez már... Ezt inkább hagyjuk már, nem? Igen, ezt még nem kérdeztem meg a szomszédokt. Na aztán... visszatérve így még erre a komment dologra. Szóval, és tényleg valaki viszont, ha olyan nem feltétlenül itt most az anyázásra gondolok, hanem tényleg valaki kimondja az őszintét, és olyan dolgot mond ki, amit ki kell mondani, és emiatt elítélik, akkor az megint gáz. És emiatt akkor meg azért közösítenék ki, mert kimondta azt, amit úgymond mindenki tud, és mindenki tudatában van vele, csak senki nem akarja úgymond ezt elfogadni, vagy... igen, elfogadni. Miért is, aki meg direkt piszkálni akarja úgymond a másikat? Tehát, hogy ez így, csak így direkt úgymond fölidegesíti a másikot, vagy zaklatja, vagy ilyesmi. Tehát, hogy azért az meg pont a másik véglete. Hogy azt tényleg el kéne folytani, nem? Igen, csak érted, itt meg az van, hogy mindig... Mert hány ember, te is hallottad már, nem? Hogy hány ember lett csak azért öngyilkos, mert valami történt a Facebookon, vagy nem tudom mi, mert zaklatták, vagy STB. Igen, de azt miért veszi ennyire komolyan? Miért veszi ennyire magára? Ez ott... Hát... Ez már ennek a nagy 21. századnak a vívmánya, gondolom, hogy már a gyerek telefonnal születik. Például. És ma már most nem ezüstkanállal vagy aranykanállal a szájában, hanem telefonnal a kezében születik. Hát igen, most telefonnal ráadásul. Igen, az a másik, és nem az, hogy igen, egy buta telefonnal, aztán majd később nagyobb lesz, kiokosodik, nem, akkor egyben okos telefonnal kezdjük. Itt azon is elgondolkodható, hogy mikor érdemes egy gyereknek telefont venni, mondjuk. Hát igen, azért szerintem, ha nagyon... Tehát, hogyha esetleg olyan óvodába jár, vagy valami ilyesmi, tehát, hogy ahol indokolt egy telefon, esetleg akkor azt mondom, hogy óvodás kortól már egy telefont, egy butább telefont úgymond lehet adni a gyereknek, de annál korábban most minek? Tehát, hogy most a babakocsiba csak azért adunk neki egy tabletet, vagy telefont, hogy lefoglalja magát, és ne bőbőljön, hát... Hát egyébként tényleg emiatt csinálják meg, tényleg emiatt adják oda a gyereknek. Aztán olyan precízen húzgálja már néha egy-két ilyen kisgyerek a telefont, hogy csak úgy nézek, hogy én nem húzgálom olyan precízen. Igen. Most ez is felvet egy nagyon nagy kérdést, hogy ez hova fog vezetni társadalmi szinten? Hát igen. Ezért a szociális dolgokra azért rányomja a bélyegét. Meg a másik az, hogy megint az, hogy a szülői nevelés. Tehát a szülők odaadják a gyereknek a kezébe a telefont, ezzel lefoglalja magát, de akkor a gyerek hogy lesz nevelve? Vagy mit tanul?
Hát jó, régen is lerakták a tévé elé, vagy ilyesmi, de hát... Jó, igen, jó, egy időben volt, valamikor ezt valaki elkezdte, főleg inkább a tehetősebb szülők tették ezt meg. Hát nekik nincs idejük, tudod? Igen, hát igen. Nekik tehetősek, hát nincs idejük, az üzlet fontosabb. Akkoriban, meg régebben azért tényleg vegyük figyelembe, hogy úgy volt, hogy a szomszédok úgy összejöttek, akinek volt tévéje, vagy összedobták, egy ember megvette, aztán mindenki oda jött össze. Érted? És így a közösség az összejött, és így mindig találkoztak, beszélgettek egymással, stb. Viszont ma meg már ez sincsen, mert most már mindenkinek van mindene. És minden megszerezhető, ez az önzőség, hogy mindenkinek minden kell. És nem az, hogy csak egy valakinek lehet, aztán ha akarsz, akkor menj el oda. Hát igen, semmi sem elég kategória. Igen. Ó, ez is... Jó, ezt valahol mondjuk megértem, mert azért tényleg jó, hogyha neked is megvan, de akkor is... nem feltétlenül jó, hogyha mindig mindenkinek minden megvan. Mert hát... önzővé tesz minket, embereket. Ebből is látszik, mennyire gyarlók vagyunk. Hát igen, ez van sajnos. Ezt kell nem szeretni. Te még hozzáfűzni való esetleg? Már sose fűzol hozzá semmit. Mit fűzzek? Nem vagyok én, de... Hát... Vagy inkább egy nőt fűznék, mi? Hát igen, egy nőt. Nem fűznék, hanem szeretnék. Nálam a fűzés szó az olyan lealacsonyító. Pálya, te se vagy magas. Jaj, de viccesek vagyok. Na, és nem tudok felugrani. Pedig ott kéne menni, vagy nem. De mondjuk alapvetően végül is lejárt az időnk. Csak ezt meg jól lenne megszerezni. Mit? Egy ilyen animus darabka. Ja, értem. Hát mit sem. És meg itt volt most még a húsvét. De te hogy töltötted a húsvétot? Hát igazából most nem mentem sehova, úgymond. Tehát, hogy ilyen locsolkodás terén, ha arra gondolsz. Itthon úgymond mindenkit, illetve még talán a szomszédhoz átmentem, azt ennyi volt. Nem mentem itt nagy izére, hadjáratra. Bár már rég nem megyek olyan, de most még annyi sem volt igazából. Majd talán jövőre. Igen, mindenképpen ez is a halogatás. Mindenki mindent halogat, talán jövőre, talán azután. Hát én tavaly elmentem mindenhova, ahol gondoltam igazából. Tehát a szélesebb családi körhöz elmentem. De most valamiért nem. Hát... Megvan ennek is az oka, de ezt inkább hagyjuk. Ja, értelek. Nem, ez ilyen női hülyeség, úgymond. Maradjunk annyiban, jó? De... te női pasivá operáltattad magad? Hogy mondod? Te pasivá operáltattad magad? Te egy nő vagy akkor. Nem! Jó, csak hülyeskedek. Gondoltam. De muszáj... Visszavág, miért állna hülyeskedtem veled? Igen, hát nézd, a hülyeség visszavág. Nem, csak hogy kitalálják, hogy most ide nem ennyire ezért, és azért STB. Ja, hogy a szülői gondviselés. Értelek. Hát igen, a szülő mindig félti a gyerekét. Ez most nem az, nem ilyen tekintetben volt. Jó, nem baj. Hát én itt elakadtam, mindegy, ezt legközelebb majd folytatom. Lejárt az időnk, sajnálatos módon legközelebb folytatjuk. Köszönjük, hogy itt voltatok. Aztán jó, kicsit most megint pusza volt a beszélgetés, de hát most ez van. Legközelebb majd jobban összeszedjük magunkat, vagy legalábbis ilyen. Hálóztok! Hello, hello. Nem amúgy csak annyi volt igazán.